Társadalmi felzárkóztatásra, foglalkoztatásra, családok támogatására jelentős forrásokat biztosít 2020-ig az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. A pályázatok nagy részét már kiírták, sőt a projektek szakmai programjai el is indultak. Az uniós támogatásokat kiemelten szociális, családügyi és közösségfejlesztési területeken lehet felhasználni a ciklus végéig. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, a Népjóléti Bizottság tagja a vendégünk. Jó estét kívánok! Nincs vége a pályázati rohamnak, noha március végéig kiírták az összes pályázatot az úgynevezett EFOP pályázatok között, ezekre a pályázatokra önkormányzatok, szervezeteik, intézményeik, civilek is pályázhattak, és az egyházak is pályázhattak. Kiemelten kezelik a szociális szférát, a családok segítését ezek a pályázatok. Miben nyújthatnak majd segítséget egészen 2020-ig? Azt gondolom, hogy maga a kormánynak a programja és 2018-as beterjesztett költségvetés is arról szól, hogy a családok támogatása és a munkából idők támogatása mennyivel több lesz a minimálbér emelkedése jövőre. Ezzel összhangban azt gondoljuk, hogy az Európai Uniós forrásokat, amikor a tárgyalások folytak Brüsszellel, úgy kell becsatornázni, hogy a rászorult emberek, ezek elsősorban a családi hátrányban a gyerekek, a fogyatékkal élők és egyéb hátrányos helyzetű embereknek az életminőségének javítása, hogy társadalmi beilleszkedésre fordítsuk. Hogy most konkrétan most az EFOP 1-5-3-as mondjuk, vagy EFOP 1-4-2-es kóddal fut, azokat most hadd ne idézzem, de tudom, hogy vannak gyermekjóléti pályátok, amelyek a gyerekek felzárkóztatását, oktatását célozzák. Vannak olyan konkrét pályátok, ahol például a települések összefogását preferálják, hiszen azok a társadalmi különbségek, amelyek akár egy-egy település megjelenik az önkormányzattal körültve, ott egy bizonyos limitet írtak elő, minimum 5000 fő lakossági egyenegységet prezentáló településnek kellett együtt lenni, volt egy másik, ahol 10000-nek együtt kellett együtt lenni, és minimum 5 településnek az összefogás kellett, hogy megvalósuljon. Több olyan önkormányt is keresett meg, ahol konzorciumi partnerként bevontak civil szervezeteket, elmondták az ötleteiket, kérdezték a véleményüket, természetesen mindegyiket támogattam. Az, hogy szakmailag melyik fog illeszkedni, hogyan fog illeszkedni a pályát kiírásába, illetve azok a szubjektív bírálatok hogyan fognak megjelenni, az egy másik kérdés. Rajtam politikusként nem múlik, hiszen azt gondolom, hogy szociális munkásként és ebből a szférából érkezett emberként külön oda kell figyeljünk ezekre a pályátokra és ezekre a programokra. Ugye ezeken a célterületeken azért egy-egy kedvezményezett elég szép összeget tud felhasználni, majd ilyen 50-100 millió forintot is akár. Ebben vannak infrastruktúrális fejlesztések, mondjuk megépül egy biztos kezdett gyerekház, vagy egy konyhát felújítanak egy általános iskolában, de szakmai programokra is rengeteg pénz jut ebből a csomagból. Mi garantálja azt, hogy ezekre a szakmai programokra ezekben a térségekben szükség van, és hogy ezek is célba érhetnek. Hát induljunk ki abból a rossz megfogalmazásból, de igazságból, hogy mi hátrányos helyzetű térség vagyunk. De abból is kiindulhatunk, hogy itt azért van egy tudásbázis, amit a Debrecen Egyetemi Nyíregyházi Főiskolai Karának szociális munkás vagy szociálpedagógiai kara, de a Nyíregyházi Egyetemnek a szociális pedagógus karának az oktatása, azt gondolom, hogy Szabolcs Szatmár Beregvédében, hogy ilyen furcsán fejezem ki, elég szépen jut az egyfőre jutó szociális munkások számából, vagy szociálpedagógusok számából. Tehát van egy tudásbázis, van egy megszerzett tapasztalat, van pár pályázati múltunk, ha most egy kicsit önző vagyok és magamról beszélek, akkor jó magam is, még a Máté Szalagi Kistérség alelnökeként ott a szociális koncepció megalkotásában is részt vettem. Géberénben egy fogyatékkal élők nappali intézményét indítottunk be, vezettem, ameddig vezethettem az összeférhetetlenség miatt. Azt gondolom, hogy van tapasztalat, de tanoda programot is szerveztünk annak idején hátrányos helyzetű gyerekeknek, pedagógusokkal együttműködve. Azt gondolom, hogy az itt élő emberek, ha hátrányos helyzetüket nézzük, akkor mindenféleképpen megérdemelnek egyfajta plusz kitörési lehetőséget. Társadalmi mintákat kell nekik adni, hogy hogyan tudnak a saját életminőségükön javítani. Egyrésztről külső segítsége, meddig kell mentorálni őket, meddig kell a kezüket fogni, meddig kell megtanítani őket, hol kell elengedni a gondoskodás, a túlgondoskodás, az alágondoskodás. Mindezek olyan szakmai dilemmák, amelyeket ezekben a szakmai programokban
befektetünk, és ütemezve mérföldkövekre célokat tűzünk ki, és ezt visszaellenőrizzük, azt gondolom, hogy szakmailag egy alátámasztott programot lehet megvalósítani. A jövő évig állami költségvetésnek a számai már ismertek, és pont a szociális ágazat az, amit az ellenzék sokszor kritizált az elmúlt időszakban, hogy kevesebb erőforrás, kevesebb anyagi forrás jutott erre a területre. Most a 2018-as előirányzat mit mutat? Hát beszélünk egészen konkrétan a gyermek étkeztetésről, ugye 35 milliárd forintra emelkedett fel, most már minden szünetben ingyen adjuk az étkeztetést, illetve a rászoruló gyerekeknek mind a háromszor étkeztetés napközben is. Viszont a szüneti szünetekben juttatott gyermek étkeztetése kapcsolatban eddig volt egy automatizmus, hogy az önkormányzatok pályáztak, odaadta az állam a pénzt, és az önkormányzat azt elköltötte, kiosztotta. Most van egy kicsi motiváció benne, hogy azok az emberek, akik valóban rászorultak, azok kopogtassanak be a gyermekjóléti szolgálaton keresztül az önkormányzatoknak, a jegyzőknek, és ezt a tényleges igényt fogjuk kielégíteni. Na most jött az ellenzék, hogy ott megmaradt tavaly 2 milliárd forint, és akkor még nagyobb mértékben nőtt a szegénység. Nem használták fel. Tehát azt gondolom, hogy az a fajta felelősség, és akkor ha beszélünk itt, ugye, most bocsánat, hogy nagy párhuzamot fogok húzni, annak idején a fogyatékosoknak a képességfejlesztésén és a pénzint ismerete, az önellátó képességnek a fejlesztése. Ha minden csak úgy adok, hogy nem kell semmit érte cselekedni, ha még fel sem kell menni a hivatalba, vagy nem kell megszólítani a gyermekvédelmi jóléti, gyermekjóléti szolgálatnak a kollégáit, hogy tessenek nekem is hozni, mert szociálisan rászorult vagyok, vagy éppen ne tessenek hozni, mert elmegyünk rokonlátogatásra. Azt gondolom, hogy ez az interakció, ez a fajta beszélgetés hozzátartozik a felelősségvállaláshoz, az embernek az öngondoskodó képességének a kifejlesztéséhez, hogy párhuzamot vagy összekapcsolódást találjunk az állami gondoskodás és ezeknek a pályázatoknak, az előbb említett EFOP-os pályázatoknak a feladatai között. Tehát ez egy mindenben összefüggő, a társadalmi csoportoknak az együttműködésére alapozó programok, akár az állami szociális gondoskodásról beszélünk, akár pedig ezeknek az Európai Uniós források EFOP-os formában való megjelenítéséről. A szociális ágazatban most már teljesen letisztult a kép, bizonyos intézményeknek a fenntartója lehet az állam, lehetnek egyházak, civil szervezetek, ebben változás, változtatás lesz a jövőben. Ez folyamatos, hiszen az állami fenntartó rendszer üzemeltetésére, hogy így mondjam, be lehet kopogtatni, ez lehet civil szervezet, lehet egyház, és az állam ezeket az igényeket, a fenntartói feladatok átvállalásának igényét mérlegeli, dönti, eldönti, hogy átadja ezt a fenntartást, alkalmas-e az a szervezet, akár egyházi szervezet, maga az egyház, vagy annak valamilyen karitatív szervezete, vagy egy civil szervezet, alkalmas-e, megvizsgálja, egy nagyon bonyolult auditálási rendszeren keresztül kell menni, hiszen emberek sorsáról van szó, és még akkor sincs minden garancia, hiszen most is hallunk egy olyan fogyatékos intézményről, álmai fenntartás van, és sajnos olyan mulasztások történnek, amit tűrhetetlen és felháborító, rendet kell tenni, és ezeknek a kiszűrését, a minél kisebb százalékban megjelenését, a legjobb az lenne természetesen, ha soha nem fordulna elő semmi, de tudjuk, hogy ezeket az intézményeket is emberek vezetik, ezek az ápolók is emberek, történhet krízis, a mi feladatunk az, hogy mindegy, hogy ki csinálja ezt a krízis, mindegy, hogy kinek a kárára csinálja, azonnal intézkedés lesz. Itt hadd jegyezzem meg zárójelben, holnap bizottsági ülésen éppen a gyermekvédelmi törvény módosítása lesz napirenden, én is aláírtam azt a módosítást, ami 18 éves alatti, tehát kiskorú gyermeknek a szexuális bántalmazásával kapcsolatban valakiről bebizonyosodott, akkor az egész életében legyen kizárva mindenféle összefüggésben a gyermekkel való kapcsolattartásra, és ebben párhuzamosan a büntető törvénykönyvet is szeretnénk módosítatni, hogy megfelelő fajsúlya jelenjen meg a büntetése ezeknek az embereknek. A gyermekvédelmi törvény egyébként ebben az évben több ponton is szigorodott, az egy külön téma, és ezzel foglalkoztunk is. Még a szociális ellátórendszer megerősítése és fejlesztése ugye ebben a megyében is kiemelten fontos, és talán egy részéről még a gyermekvédelmi ellátáson belül is a nevelőszülői hálózat fejlesztése és bővítése, erre külön ebben a bizonyos EFOP csomagban is van pályázati lehetőség, és az állam is jelentős forrás biztosított. Ebben a tekintetben hogy állunk, hiszen itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében még mindig jelentős számú gyermek szorul állami gondoskodásra. Így van. Ezeket az állami intézményeket kitogolással megpróbáljuk egyrészről az életminőséget javítani. Hadd mondjak egy példát, Máté Szalkán például a kitogolás
oktatás befejezése lesz, ott egy 250 férőhelyes intézményt tagolunk ki, 12-24 férőhelyes intézmény, mert vannak olyan gyerekek is, akiket nem lehet már elhelyezni szülőknél, gondoskodni kell róluk, gondoskodni kell felnőttkorukra, tovább gondoskodással, más intézményi típusba való áthelyezésen, de mindenki, aki most bekerül a rendszerbe, azt elsősorban nevelőszülőknél kell elhelyezni. De a nevelőszülőnek is a rátermettségét, a képességét fejleszteni kell képzésekkel, és azt gondolom, hogy az a fajta életkörülmény, amit egy család, egy nevelőszülő tud adni, az százszor, ezerszer jobb, mint bármilyen intézményi elhelyezés, a legjobb jó szándékkal is. Ezeknek az összecsiszolása, az intézményben szerzett tapasztalatok, az intézményi kitagolásban szerzett tapasztalatok, a gyerekek esetleg bekerülése bármilyen hirtelen krízis miatt, vagy éppen a gyerekek kihelyezése az állami intézményrendszerből, vagy egy bentlakási intézményrendszerből a nevelőszülőkhöz, azt gondolom, ez nagyon fontos társadalompolitikai feladat. Egyébként a gyermekvédelmi és a gyermekellátó rendszer felbírna-e még venni gyerekeket létszámra, gondolok elsősorban, mert igaz, hogy ez egy országos téma, de felmerült most itt a migrációs problémák és kérdések kapcsán az is, hogy a migráns kiskorú gyerekek elhelyezését itthon meg lehetne oldani, vagy már így is túltelített a rendszer? Nagyon fontos megjegyezni, hogy felülről nyitott. Tehát gyermek tekintetében soha nem fordulhat elő olyan, hogy telített a rendszer. Ezt el tudjuk mondani bentlakásos idős otthonnál, hogy egy társadalom eltartó képességénél meddig van a család, meddig van nappali ellátás, honnan jön a bentlakásos ellátás. Gyereknél nincs ilyen, nagyon-nagyon fontos megjegyezni, hogy 18 éves koráig az államnak gondoskodnia kell a gyermekről, de gondoskodnia kell arról a gyermekről is, aki akár migránsként, vagy bármilyen jogcímen Magyarországra kerül, az állami intézmény rendszernek gondoskodnia kell. Ez éppen most vitát generált, hiszen a 14 és 18 éves gyerekek közötti vitáról beszélgettünk, hiszen kihasználták néhányan a migránsok közül, és ugye 20-22 éves emberek nyilatkozták, hogy ők fiatalkorúak, aztán elhelyeztük őket Fóton, elhelyezte a ellátórendszer Fóton, fogták magukat, tovább mentek. Utána szigorítani próbált a kormány, hogy 14 éves korig ugye behozzuk, 14 és 18 éves kor között ott tartjuk a migránst a befogadóállomáson, ami ugye a kerítés túloldalán van. Na most azt gondoljuk, hogy nem lehet különbséget tenni, 18 év alatt mindenki gyermek. Itt jön a finomítás, viszont genetikailag a dilemmát vizsgálni lehet. Tehát felhatalmozzuk azt a hatóságot, akinek dilemmája, hogy a 18 éves, az 18 éves, vagy 22 éves, vannak olyan orvosilag igazolt genetikai módszerek, amelyek ki lehet szűrni, de nem tehetjük meg, hogy 18 éves gyermeknek, még egyszer hangsúlyozom, a gyermek, mindegy, hogy honnan jön, mindegy, hogy hol van, a gyermek különleges bánásmódot igényel, hiszen gondoljuk bele, teljesen mindegy, felnőttekre lehet bármit mondani, a gyermeki gondoskodás az alapvető emberi, és azt gondolom szociális érzékenység. Ez a vita az, amiben belekeverednek nagyon sok, hogy a 14 és 18 éves gyereknek az ellátása hogyan és hol történik. Kovács Sándor, köszönjük szépen! Köszönöm szépen a lehetőséget!